Nyár eleje óta látogatható a nő, anya, társ, asszonyok a Károlyi családban kiállítás a Fejérvár megyei levéltárban. A tárlathoz kapcsolódva szerveztek most konferenciát ugyanitt, melyet Károlyi György nyitott meg, aki felmenőit és családja hölgy tagjait méltatta. Mindig voltak olyan nők, olyan asszonyok, akik kiküzdötték a maguk értékét, és akik aztán szabadon megtették azt, amit jónak találtak. A kiállítás erről szól, egy pár régebben élt családtagunkat említi meg. És a konferencia témája is ez volt. Hasonlóan a kiállításhoz Barkóczi Krisztina, Harukhern Józefa, Zicsi Karolina, Aponyi Franciska és Findis Gréc Mária, vagyis a Károlyi család hölgy tagjai kerültek a fókuszba. Mint elhangzott, egy arisztokrata család életében mindig meghatározó az, kik házasodnak oda be. Így volt ez a Károlyi család esetében is. Ugyanakkor a család hölgy tagjairól mindig kevesebb említés esik, pedig a család sorsának alakításában, a döntések meghozatalában ugyanolyan fontos szerepet játszanak a nők, mint férjeik. Sokszor pedig nekik köszönhető az, hogy részletesen dokumentált a család sorsa. Így történt a Károlyi család esetében is. A 20. századra vonatkozóan úgy kapunk iratokat, hogy például ezek a feleségek, mint például Aponyi Franciska vagy Windisch Grécz Mária, összegyűjtötték az iratokat, és vagy ők, vagy pedig utódaik beadták a levéltárba, tehát ezért tudunk róluk valamit. Ugye a forrás adottság az, ami meghatároz, a szerencsére a Károlyi levéltárban egy hatalmas méretű levelezés van, amiben a Károlyi feleségekre vonatkozóan is találunk számtalan adatot, de azokban az időszakokban, amikor a feleségek irányították a gazdaságot, ez többször előfordult. A konferencián azt is bejelentették, a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítják a levéltárban a Károlyi feleségeket bemutató tárlatot.